Sono Francesco di Bolzano e sto ascoltando la Ciango Radio. Ascoltatela anche voi. Sziasztok, Krisztián vagyok, és üdvözlök minden hallgatót. Hajrá, DJ Celentano! Itt a Csángó Rádió. Aici, Rádió Csukán. Szabó Mihály vagyok, üdvözlök minden csángót és székely, adjon az Isten. Szebb jövőt! Húj mellénk, szép arcú jövő. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mind azon hallgatót, aki fülét a Csiki Rádióhoz tartja, és jó helyre tartja, és jó felé indul a szekerünk rudja. Örvendek ennek! Non mi cino, c'è un gufio. Mi hanno esilio a te. Molti anni di obbes. Ah, tu non sei muro. Io. E per te ci te no, te abita a scasasci. Io. Io. Ah, te spietno piatto, fasci te te no, te abita a cadasci di uno. Te da mit basiti mosso, azeke ne nopo con esembe jutott volt a... Mondom, mennyire eltűnt az idő, hogy már 3 éve, vagy mennyi volt, amikor elsőre próbálgattuk a rádiót, hogy mióta... 3 éve. Mondom, hogy eltűnt az idő, hogy mikor próbálgattuk, hogy most hallasz-e, megy-e még minden? Remélem, hogy a 4. évet együtt ünnepeljük itt, hanem jó buli csinálunk. Hogy megy a munkahely? Mondtad ott, hogy kicserélted a munkahely? Hát kell, melózzok mind a... Süket. Majd a munkaemről küdök lesz neked valami fényképet, még egy videót, lásd meg, hogy táncolok-e vizenni. Egész nap. Azért nem dolgoztam most a héten 3 napig, mert esett az eső, azt még nagyon szar volt az idő, aztán nem engedtek meg, hogy menjünk melózni, mert veszélyes lett volna, érted? Karácsonyra nem jöttek haza, menjünk énekelni? Nincs pénze, menj! Hát, hogy sikerül, mit tudom, meglátom. De tavaly nagy lepetés volt, az idén biztos nem lesz. Nem éri meg ez egész hozamennyet, nem éri meg. Pedig még Klézsére még csalunk a szilveszterre. Persze. Hát persze, csak hát... Szerintem a szilveszter ez idén idegen országban lesz nekem. Nem tudom, de mit akartam kérdezni? Arpiról még tudsz-e valamit? Vagy Arpi az, hogy minden 3 nap menjek kórházba, dializáros. Rossz a helyzet, kéne a gyógyszer egyik, s a másik. Nem azért, mert... Én mint küldtem neki, most hazaküldtem neki, tudod, két olyan adagot, két olyan fajta, amit kellene ő szedjen, tudod. Csak nem tudom, még megérkezett-e, mert mondtam neki, hogy ha úgy van, mikor megérkezik, talán ha megérkezik, írjon, tudod, de vagy az interneten, vagy valami, nem? Ha este beszélek én vele a telefonos, megmondom, hogy szóljon nekem, és azt én nektek megmondom. Köszi, hogy hívtatok. Jó, leültél vizet? Akkor este 21 órakor, ha sikerül, akkor találkozunk, jó? Jó, oké. Megpróbáljuk akkor, hogy... Készítsétek elé, a kívánságokat, a dedikációkat. Hát ma többen leszünk, úgyhogy lesz több kívánság, hogy mondjál. Csak bírki te. Járjad meg azokat, akik hallgatnak. Kibírom. Na mindegy, na akkor legyél jó, nem még tartunk fel, még beszélünk, oké? Okay? Szervusz, akkor vigyázzatok magatokra, jó? Szent olvasók, mikor munkunk, Máriának füzért kontunk, kórovattunk. Thank you.
Ne dörgess, babusko. Ne dörgess. Itt a Csángó Rádió. Kérdését, kedves hallgatók, ennek a Csángó Rádiót hallgatják a mikrofonnál Lőrincs Cselesztin. Szeretettel köszöntöm a Csángó Rádió hallgatóit innét a Csángó Rádió központi stúdiójából. Ahogy hallják, a Rózsa Fizér után kezdődik a könnyű zene programunk. Ne felejtsék el, ma este 18 órakor ismételjük a Guzsalyas című műsorunkot, aztán de visszatérünk a könnyű zene programunkkal. A kedves gyerekek legyenek jelen 20 órakor, amikor kezdődik a gyerek műsor, úgyhogy szép meséket készítünk ma estére nekik, és a fiatalok nagyon tudom, hogy nagyon várják a 21 órakor a Partix műsort, úgyhogy jó szép estét, jó szép délutánt, ott, ahol még fenn van a nap. Itt is Csíkfaluba fenn van a nap, meg is nézzem, már 14 fok van itt nálunk Csíkfaluba. Szépen még sütöget a nap, de lassan-lassan szentül le, nagyon tiszta az ég, és friss a levegő itt Csíkfaluba. Dicsérjessék Jézus neve az ünnepek napjára. Kellemes ünnepeket mindenkinek, a világról, aki ember két lábon jár és gondolkozik. Itt az állatok is gondolkoznak, de mi még inkább gondolkozunk, mert fel tudjuk fedezni a Jóisten benne, a jóságot belőle. Adja az Isten, hogy karácsonyra menjünk el egymáshoz énekelni szépen, magyarul, csángó nyelven, úgy, ahogy tudjuk mi, és ne szégyeljük. A nevem Duma András Krézséről. Itt a Csángó Rádió. Hiányoltam itt, hogy lenne egy ilyen rádió, vagy ami csángoknak szóljon a Magyarországnak, és ne egy olyan rádió, melyik terjessze a gyűlölkedést, a veszekedést, hanem egy ilyen egy rádió, melyik eszehozza az embereket. Vagy román, vagy magyar, vagy csángó a rádióban mindenkinek megvan a helye. Szervusz! Hó jár mi? Hol egy kutyus? Akkor nekem volt egy saját laptopom, nem volt se keverőpult, semmi, csak egy ilyen Skype-os, fülhallgatós mikrofon. Megnéztem az internet, találtam egy ilyen ingyenes rádió szervert, megpróbáltam, elindítottam. És mikor létrejött, ugye 2009-ben, november 14-én, akkor indult el az első online Csángó Rádió. Nasti! Hát, te tutu! Hol vagy te kicsitél? Hát, hát. Mi jöttem, ne? Mi jöttem? Hajde! Menj, pucsa! Gyere ide! Gyere! A külföldön elment jól a híre, 36 országon keresztül. Úgyhogy ebben a két évben, amióta működik, mondjuk lehet, hogy egy kereskedelmi rádiónak nem nagy szám, de nekünk még mind egy közönségi rádió, kisebbségi rádió, 350 ezer hallgató két évben, nekünk ez jó szám, úgy hiszem én. Annak oda nézve, hogy működik és milyen nehézségek vele próbálom ezt a dolgot csinálni. Én két éve, mindjárt három éve, hogy dolgozom, de nem kértem én fizetést magamnak, vagy a támogatást, amit kaptam. Nem vettem magamnak egy sört se, hanem azt
próbálta megoldani, hogy nekem a minden havontai költségek legyenek fizetve. Mert nekem, én ingyen dolgozom, de nekem ingyen nem adják se az internetet, se az áramot, és ha nincs lefizet, akkor megáll. És most! Salutare lume, sunt Piki, ascult Radio Ciucani, ascultă și tu, pentru că aici găsești cea mai bună muzică alături de DJ Celentano. Nagyon kéne hagyjam békemet, tehát most veszem a botot. Jó. Minek tokor ki? Hát van, nem, de még jókor, már még milyen korán van. Kell aludni még. Na, lesz ebbé hideget nekem ide. Mióta itt élek, ugye gyerekkoromban, akkor mondjuk más volt a világ. Mikor 10 éves voltam, nem volt még tévé is a családban, itt a házban, se telefon. Jártunk a tehenekvel a mezőre, ott fociztunk, játszottunk, mentünk halászni, fürdöttünk a patakba. Avval töltöttük, mik akkor a gyerekkorunkat. Úgyhogy szép volt az én gyerekkorom. Szép emlékek vannak. 16 éves volt, amikor megváltozott az életem. Ugye külsőre Kecsimbe jártam az iskolába, 9. osztályban voltam, és jöttünk le a gyerekekvel, akkor értek a hamar élő cseresnék, és június 7-én történt meg az a dolog, ami megváltoztatta az életemet. Hello! Nem hallasz, hogy van ma? Felmásztunk a cseresnére, letörött az ág, többen leestünk, de hát én voltam, amelyik jobban megsérült. Máma! Ha egy ide körülcsomot, hogy kájek fel. A licskámat add el. Egy ide, hogy... Soha nem én hogy nem vagyok szidva, vagy nem hallom be az ajtót. Menjél be. Na jó. Csönyű maga ízét össze, mikor... Akkor mondom, akkor megfiti, jó? Mit? A pityóka. Hát, feltörött a gerincem, a gyerekek látták, hogy ellájultam, akkor oda vittek egy forráshoz, hogy felvízítsenek, de hát ők nem tudták, hogy kellene fogjanak, még nem is tudták, hogy nekem a hátam állon terve, hanem megfogták a lábaimat és a kezeimet, behúztak oda, és akkor sérült meg a gerincem jobban. És aztán megöbredtem másodnap a Jászban, a kórházban. Mert nincs adja meg az ételt. Legyen meleg víz, megmossam a szemét. Aztán ott megoperáltak pár napra, és aztán egy hónapra hazajöttem, aztán lassan-lassan tanultam meg, hogy kell másképpen élni az életemet,
eltűnt egy kis idő, míg, míg pszichikailag rendbe jöttem. Nem most jelenti, hogy állott be az eszem, de hát elgondolkoztam, hogy most mi fog történni, ha nem tudok menni. Én aztán hónapig feküdtem az ágyba, még székbe se tudtam ülni. Anyám rakta a párnákat a hátam alá, míg megszoktam, hogy üljek seggen a székben. És aztán lassan-lassan neki erősödtem fizikailag is, amennyire lehetőség volt. És pszichikailag aztán megláttam, hogy neki kell állni, és másképp kell élni. Találjás akkor. A meleg víz van-e, mert mindjárt megyek, hogy... Tehát amikor ugye hát annyira neki erősödtem, hát akkor tanulgottam könyvekből, hát a tizedik osztályt itthon végzettem ki, ugye jöttek a tanárok, és a vizsgákat meg kellett tenni, hát mondta az iskola igazgatónő, hogy Cseli, azt mondja, nem tudod, mit haza jövő, azt mondja, végez ki a tizedik osztályt. Na, mindjárt. Na, itt van. Hozok meleg vizet, csalon azt a likőt. Hát azt a hideget, hogy hozom azt a valamit. Most dozik. Majd hónap barat válkozok. A mó szeredem. Szeredem mó? Ha. Hát felállítottam a napi. Szappanyat van a Dálián szappan. És felállítottam a napi. Nem maradtak sokat? Ne. Jobb is sem, vagy ez a csányom. Milyen hideg, na? Hideg a víz. Elég szép vagy. Elég finom vagy. Annak szilatta. Kerestem olyan apró foglalkozásokat, amelyik egy kicsit foglalja a napi időmet is, és valami eremet is szerezzek magamnak is, vagy a másoknak is. Ugye. Akkor elkezdtem cipőket voltam, teli a falubelieknek, lassan megtanultam a rádiókat is javítani, tévéket. Aztán pár év múlva kaptam egy számítógépet, megtanultam kezelni, aztán úgy lassan-lassan bejött az internet is, meg volt a vonalos telefon, a barátjaim is ki fogtak menni külföldre, aztán ugye a telefonon keresztül még tartottuk a kapcsolatot, mikor hazajöttek, akkor összegyűltünk, mulottunk, és éltik a mindennapjunkat itt együtt. Na, szervusz, jó reggelt! Mit csináltok? Uh-huh. Hát én lám, megpróbálom, hogy szerezünk valami pénzet, hogy vegyük meg azt a gyógyszert. Hát felteszek egy üzenetet oda a rádió honlapjára is, és aztán hát, ha valaki tud segíteni, ezt együttünk valamennyit, hogy meg tudjuk venni azt a gyógyszert. De ez Isten megsegít, add el valahogy. Annak idejében, amikor volt a balesetem, akkor apám dolgozott Bákóba, anyám még járt ide a kollektíva, vagy a CHP, ahogy mondták régen itt nálunk. Mentek a régtől estig kopálni, és aztán, amikor megtörtént a baleset, ugye, akkor anyám kellett, hogy vigyázzam rám a kórházba. És aztán, mikor hazajöttem, akkor mondom, hogy anyám támogatott a párnákkal, amíg lassan-lassan felemelkedtem, megszoktam, hogy üljek székbe, lassan-lassan mozogni fogtam. Amit kívántam, azt adtak, hogy egyem, vagy
nagyon jó szüleim vannak, és mindig mikor elmegyek hazunét, akkor mindig hívnak haza, azt mondja, gyere haza, mert hiány. Nem, ne kendes így, ne. Kendes jöjjön idécskép. Felülök az előbb. Nem, nem, hát igen, nem. Lépjél át Sanyi bizonyi. Lépjél át Sanyi bizonyi. Dobrok eskő, nyitos. Jó, mentett, eljártad le, ugye? Ha, hiszem le, ott néna nincs az. Azt gondoltam, oszonyjál, te. Tizenkét óra van. Csángó Rádió vendégei. Na hát akkor, kedves hallgatók, ennek a Csángó Rádiót hallgatják. Itt vannak nálam a stúdióban két öreg asszony Csíkfaluból, és a következő percekben meg is tudjuk, hogy kicsidák bemutatkoznak nekünk, és aztán majd beszélnek a az ők gyerekkarikról, úgyhogy megkérném, mondja meg a nevét, hány éves? 83 vagyok, és én már majd beteg vagyok. Beteg, igen. És Kende itt született a faluba, vagy? Igen, Katumba, itt így vagyok született. Hogy volt régen? Hogy dolgoztak az emberek, az asszonyok? Mertünk dolgozni, kapálni. Vettünk fújecskát, vettünk, tettünk bobecskát, tettünk pityókecskát, tettünk hagymát. És hagyótok a guzsosok, mit csináltak a guzsosba? Táncoltunk, és fontunk, és kötögettünk, és vartunk, és ingeket, téptük a gyopjukot, és... Most ezek a szokások állannak felállítva. Állannak felállítva, de még jutok ott egy kicsi eszembe, de kávas, mert 83 esztendős vagyok, sosszal még felállítottam belőle. Na akkor kérjem csak meg a következőnét, mondja meg a nevét, és hány éves? Én Bori vagyok, 50, ugye, hogy mondjam, 62 esztendő. Szültem be most ne? Tamás Bori, ugye? Ah, Tamás Bori. Hány gyermeke van? 9. Mind élnek? Mind. Hála Istennek. Pakarpatokban. Születtem. 30-et ültem ott Pakarpatakba, aztán édesanyám ki jött ide abba a faluba, ki adódott. 4-et élt, meghult, én 7-esen elmaradtam, arvan, akik a harman voltunk, 3 testvér elmaradtunk. És aztán 21-esen férhez mentem. Akkor is úgy volt, hogy hirdette ki a pop 3-szor az óta? Igen, 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 igen. Kendek, tudnak vagy egy imádságot? Magyarul? Tud-e magyarul imádságot? Mondja csak, mondja csak. Lassan úgy, mondja csak. Ne te pelődjék, ne te pelődjék. Na, hát akkor hallgassuk. Ki, hogy a mennyékben megszenteltessék a tanávat, legyen megszent a korotod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön. Ódd meg, Uram, minden a kenyerinket, ma is bocsásd el a vétkeinket, miképpen mikös megbocsátunk, és állalunk véteteknek, és ne vigy, Uram, gonosz kézsétetre, megszabadítsék gonosztól, amet. Kitől tanulta ezt az imádságot? Apámiktól. Na jól van, akkor én köszönöm, hogy itt eljöttek. Majd még mátszeres várom. Csángó Rádió vendégei. Én egyedül tanultam meg, hogy kezeljek egy számítógépet. Nekem nem volt valaki, ki mondja, hogy így csinál, túl csinál, hanem egyet. Soknak bonyolultnak tetszik ez az internet, de ha veszed a végítől és oda mensz a tevéhez, akkor itt árontottam ma, hónap helyrehoztam, és mindig úgy próbálkoztam. És úgy tanultam meg,
írni és olvasni magyarul, és nekem nem volt. Én nem jártam magyar iskolába, hogy tanuljak írni és olvasni, hanem itthon egy ócska román magyar szótár volt, és ami hallásom szerint is, és így tanultam meg. Nem vagyok én profi, de hát, aki megért, akkor megért. Szeretem az állatokat. Én mindig az állatok között nőttem fel, és nem tudom elviselni, és nem bírok egy olyan dolgot meglátni, hogy egy olyan ember, amelyik bánt egy állatot. Mindig jártunk velük a mezőre, és mindig velük voltam, úgyhogy mikor valaki bánt egy állatot, fáj. Csángó Rádió. Az igazságot keresi. Szólások és közmondások. Fantázia. Ha a világon, ami fa van, az mindegy favóna, hű, mekkora nagy favóna. S ha a világon, ami fészi van, az mindegy fészivóna, hű, mekkora nagy fészivóna. S ha a világon, ami ember van, az mindegy ember volna, hű, az mekkora nagy ember volna. S ha a világon, ami víz van, az mindegy nagy víz volna, hű, az mekkora nagy víz volna. S akkor az a nagy ember, ahol a nagy fészivel, azt a nagy fát abba a nagy vízbe belévágná, hű, az mekkorát csubbanna. Én mindig azt szoktam csinálni, hogy mindig a jót szeretem továbbadni. Tele van az internet, a tévék, minden rossz hírekkel. Sokszor történt, hogy meghalt valaki itt a faluban, és nem mondtam el a barátjának. Hát mondom, ti tudjátok, mondom, én nem ez ilyenekvel foglalkozok, mondom. Mondom, ha van egy nunta, egy lakodalom, akkor azt nektek megmondom, mondom, de ez ilyen rossz híreket oda nektek mondom, én nem küldök. Hát volt olyan is, hogy ők tudják ezt a dolgot, hogy én mindig gondolkozom rájuk, és mindig kérdezősködöm, hogy hogy vannak, hogy megy a munka. És sokszor vannak nekik is ott nehézségek, balesetek, munkoné, nincsen dolog, de attól meg kell lenni, mert ha az ember nem eszik, akkor baj. Sokszor nem mondják el ők is nekem, hogy milyen nehézségben, aztán mint meg túl mennek rajta, aztán majd elmesélik. Ne gondolkozzanak hazafelé olyan szomorú gondolatokkal, hanem úgy, hogy minden jó van itthon, és várjuk hozzá őket. Itt a Csángó Rádió. A itt Rádió Csukány. Nekem ez tartsa a szervezetemet egy formába, ugye, hogy még sportolok, amennyire van lehetőség. Hát, mikor kimegyek az utcára, akkor muszáj túljam magamat, ez is egyféle sport, ugye, mert én szeretem, hogy túljam magamat, mikor jó az út. Hát vannak nehézségek, emelgetem. Szakjam meg az izmakat, ne hagyjam, annyira elgengüljenek. De én jól érzem magamat, amikor érzem a fáradtságot.
azt mondom, hogy akkor úgyis annyira nem vagyok megdegel, ha még érzem a fáradtságot bennem, akkor az jó, az jó. Nem, menj be, mert hideg a víz most. Beesen, beesen. Na, hogy megrúgjál. Háj, háj, gyere. Háj, mert menjünk, háj. Gyere, háj. Háj, menjünk, háj. Menjünk haza, menjünk haza. Pataki halok. Tudod? Balint Kati Ilés vagyok én. Anyámat itt hívták Kati, nekem apám nem volt. Hát ingemet anyám csinált hamarabb, mint megesküdjék apám. És aztán én mamámnak nem itt hordozom. És mamámat úgy hívták Kati. Ez nagyapám emlékére van csinál, amikor meghalt. Videó, melyiket felvettem, mikor mentem oda hozzá a vendégekkel, és furjált nekik. Üdve légy, Mária, malaszt hallottál, és úr mondta vele, te, hogy áldott az asszonyok között, és áldott a mérnek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szíz, Mária, Istennek áldott szent anyja. Imádkozzál érettünk bűnösekét most is. Halálunk olyan nem meg. Innyá, el kell indítani a délutáni programot. Menjen végezz a bolyat, kéne enni és matá. Ne, most készítem. Itt a Csángó Rádió. A itt Rádió Csukány. Szólások és közmondások. Disznóról. A káposztaleves akkor jó, ha egy disznó belé van dögölve. Döglött disznónak nem kell pajta. Dologról. Ne dolgozz, csak légy ott. Ne félj a dologtól. Feküdj le melléje. Úgy állj a dologhoz, hogy más es férjen hezza. Serény emberről. Csap ki szúrtos hajdá. Ne beszéljünk, hanem dolgozzunk. Szólások és közmondások. Ezt én nem volt, hogy búsultam. Ezzel a vannát porosodott, idén nem volt, hogy megfagyom. Guzsanyos, csángók csángókról csángóknak. Kalos Zoltán vagyok. Hát a csángoknak azt üzenem, hogy ügyeljenek a nyelvükre, szokásaikra, és a hitükre is. Szeret vize martján, sétáltam kedvemre, de nagy szomorúság szállott bús szívemre. Ott, Dani! Dani! Fennecskét botne! Ott, van tovább, 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 tovább! Ott! Ott! Barna, nincs itt? Nincsen, azt állottad. Thank you.
5 éve ismertem meg Magyar Faluból egy fiatal embert, az is mozgássérült. Mikor találkoztam elépször vele, akkor ő is úgy feküdt az ágyba, még ki se volt künn, hogy megsüsse a nap, olyan fehér volt, mint a papír. És én annak az idejében a barátjaimból csináltuk itt az erdőaljába, csináltuk a kutat. Nagyon meleg volt, ott minden nap ott voltam mellettik, meg voltam fetekedve a napsütést. És akkor lementem hozzá, megláttam, hogy milyen a fehér, és el volt kénytelenedve, nem volt semmi kedve, aztán valamennyire bátorítottam, és aztán nem sokára megkérte a nővéritől, hogy adja oda a tolókocsit, hogy üljen fel. Érted, de valahogy kéne valami naturista ízéket, ilyen multivitaminokat érve. A doktor azt mondta, az jó, hát én jó, ezt jó, nem jó. Jó, de ha nem lenne probléma, vasítsd vele, majd egészséges lennél, ha... Még megcsekkálom azt, de ha nincs... Valami jöttél ide először? Ha, amikor lejöttünk a mikrobuszol, akkor voltunk először. Mm-hmm. Hát, no, akkor... 2007. Voltam, nagyhogy. Akkor, mikor Szabinával voltunk? Ha, ember, lejött út, máma, és mikor lejöttünk ott. És Gyorgy. Nehéz volt akkor, nem? Nehezen ment a telefon, mobiltelefon, nem. De most vajon fix telefon is, ilyen vonalos, vagyon internet, úgyhogy most jobban tudunk kommunikálni. Anno! Hadd csak ide a laptopot, te! Jön egy nyitva? Nincs. Drága Anna. Hey, sagasz szép. Okay, Nikos. Aha. Yes. Csángok, akik külföldön vannak, ha vannak Magyarországon, Olaszban, Németben, Franciaországban, ők közöttik a rádió, tartsák a kapcsolatot. Sokszor, mikor ugye elmenünk mulatni, vagy még szeretre, vagy árdiójába, oda egy grillezésre, sokszor így el is felejtik, hogy én mozgássérült vagyok. Hát ők úgy fogadnak, mint egy barátot, és nem úgy, mint egy mozgássérült barátot. Jó csoport, jó csiki csoport volt jár ott Olaszban, felszóródott, mert hát, na, mikor nincsen munkok. Hát például a barátaim, amelyek a Csíkfaluból vannak, hát többire mind barátnőik vannak ott, érted? Együtt dolgoznak, különböző helyeken, de hát együtt élnek ott, együtt laknak. Hát most már nem voltak, Faluból voltak, vagy 10-en, most 3-an vannak. Olyan, ott van Dani,
otthon Dani, otthon Misi, és most Paul menem vissza. Többiek bámentek Németországba. Jó. Ja. Na jól van. Háj, hogy utazunk, mert fúj a szél, és nem akarunk, hogy... Hogy elbetássíri erre felé, vagy arra felé, hol mész? De hol menjünk? Ha nem, kitérsz magad? Menj így, mert én adom ennek. Seggelj vissza. Toljad vissza a mesinád, bre. Nagy háj. Na, férjük. Na, jól van akkor, egészséget. Vigyázz magadra, jó? Aztán majd még... Annacska, tárcsa meg a galuskád, mert jövünk le búcsúra, jó? Hát mind csak, hát mikor gondolunk, jövünk, hát mit most? Valaki mondta, hogy miért nem költöztessék be a Csangó Rádiót Bákóba, és ott legyen egy lakás. Hát mondom, mivel vásároljak én, vagy béreljek ott egy lakást. Mondom, ez nekem nem megfelelő, mondom, mert túl drága is, és nekem ez nem jó, hogy minden erőt kiutazzak fel-le. Mondom, inkább itthon csinálom meg, van az a kis házikomat kint az udvaron, azt akarom, hogy egy picit elmódosítani, és oda be tudjam építeni a rádióstúdióját, egy igazi rádióstúdiót, amelyik megfelel a frekvenciához. Akkor csak az ember, mikor itt elmegy kapálni, akkor egy kis rádiót el tud venni vele, és hallgassa a rádió. Nincsen olyan öreg ember itt a faluba, hogy ne legyen áram a házába, vagy ne legyen egy kis rádiója. Úgyhogy ez nagyon jó lenne, és akkor több csángó családokba, ugye házakba be tudna jutni a rádió. Reméljük, hogy azt a jövőt is megérik. Nem kell semmi. Menjen végezze a dolgot. Megtanultam, hogy átmenjek a vonásségeken. Amíg az Isten lelket tart bennem, akkor érdemes élni. És harcolni az életért. Hát ha lelkileg nem lennék erős, egészséges, ugye, nehez lenne elviselni ezt a helyzetet. Úgyhogy elépször az ember, ha erős a lelkibe, akkor megúszó a problémákat. De ezt sokan nem tudják, vagy mit tudom én, nem akarják megtanulni. Mindig azt mondtam, hogy ha az Isten megengedte, hogy ezt a balesetet túléljem, akkor csak van egy terve vele. Hányan, kis kutyan, hányan. Csak van egy terve, hogy
hogy életben marasztatta. És én örülök ennek, hogy megmaradtam. Így, ahogy vagyok. Nekem az, hogy ha tulókocsiba vagyok, akkor az nem azt jelenti, hogy most egy elzárkozott ember vagyok, hanem én egy szabad ember vagyok. Azt csinálok, amit én szeretek és akarok. Nem akadály nekem ez a négy kerek. Mostanig és itt kapod a házat, pékos szórjál, ugye? Egyéb itt nem kapod a házat. Vigyázzon az ajtóra, mert befúj a szél. Uh-huh. Hát túl nincsenek szemeim, úgyhogy... Levártad a falokat, és ott a doszka akar csinni. Le nem hullnak. He? Le nem hullnak. Hát jól van. Jó napot, kedves hallgatók! Ennek a Csángó Rádiót hallgatják, pontos idő 9 és 15 perc. Ennek a népzene programunkat hallgatják délig, és délutántól kezdődik a könnyű zene program. Kedves hallgatók, lassan-lassan beköszönt az ősz ide Csíkfaluba. Meg is mondom eneknek, hogy az időjárás 17 fok, és úgy látszik, hogy a víz is meghűlt a patakba, mert a kutyám tegnap nem akart megfüledni, úgyhogy lassan-lassan itt az ősz. Kedves hallgatók, további szép napot önöknek a Csángó Rádióval, kellemes hallgatást, üdvözli önöket Lőrincs Cselesztin a Csángó Rádió központi stúdiójából. Minden jót mindenkinek! Csángó Rádió. Az igazságot keresi. Köszönjük mindegyiknek, amelyik dolgozik a Csángó Rádióban, a Csángó Rádióért, azoknak is, amelyek riportokat készítenek. Köszönjük azoknak a hallgatóknak, amelyek állandóan kitartóak és odafigyelnek, és köszönjük azoknak is, amelyik terjesztik ennek a hírt. Na hát aztán, elmondom egy kicsit csángosan, hogy értsétek meg, a horus csuklában ezétek, hogy ültök, mert megás, és keperítni foglak, aztán ne zsegeráskodjatok. Adjon az Isten hosszú életet ennek a rádiónak, és Cselesztinnek erőt, ha tudja vinni, és nekünk is sok szerencsét, és minél többen csináljatok bre valamit ide, ne reportokat, vagy hogy mondjátok, tük, beszélgetéseket. Keresétek meg Komászont, Keresztanyát, Néna Rózsát, gyűsétek össze, és mondjanok be, de ne rágyva valami szépeket, mert Cselesztin a rosszokat nem szeret. Isten áldja meg sok számos esztendőt.